Sziasztok! Köszöntelek benneteket hulladékmentes otthonomban. Több hét telt el a legutóbbi videóm óta, de a tavasz mindig a kertbe csábított. A napokban viszont hideg és esős idő volt, ami éppen tökéletes arra, hogy a múltkor megígért témával foglalkozzak. Gondolom sokatokban felmerült eddig, hogy a maradék apró szappandarabkákkal mit lehetne kezdeni, hogy ne kelljen kidobni ezeket se. Ma erre adok nektek pár tippet. Habár készen is kapható, de akik szeretnek kézimunkázni, ők maguk is könnyen elkészíthetik a szappantartó zsákokat. Én régről megmaradt kevéske natúr gyapjú fonalból horgoltam egyet. Ezt egyébként a sok éve Izlandon látott ötlet inspirálta, ahol olyan szappanokat is lehetett kapni, amik gyapjúval voltak borítva. Használni nagyon egyszerű, a szappanmaradékokat ebbe a kis zsákba kell gyűjteni, és együtt lehet használni. A második tippet még gyerekkoromban anyukámtól lestem el, aki rengeteget vart. Az apró és kiszáradt szappanokat szabókrétának használta. Emlékszem, azt mondta, hogy sokkal szebben kimosható a textil a varrás után, szappan pedig könnyen, nyom nélkül eltűnik. Sokan ismeritek a házi mosógél receptjét. Ennek a legegyszerűbb változata talán a forró vízben oldott reszelt szappan. Mosáshoz a marhaepe vagy a mosószappan az ideális, de a megmaradt pipere szappanokkal is bátran elkészíthetitek ezt a mosógélt. Az utóbbi esetben akár folyékony kézmosónak is tökéletes. A mosógél receptjét egyébként leírtam a videó leírásában. A maradék szappanokat újra is lehet önteni. Én gőz fölött kis vízzel olvasztottam meg a szappant, de alacsony lángon direktben is fel lehet olvasztani. Ez a saját tapasztalatom szerint kicsit lassú folyamat, mivel az olvasztás is lassú, és a formába öntés után a száradás is több napot igényel. A formába öntés után én hűtőbe teszem, így már másnap kivehető a formából. Szilikonos muffinsütő formát használok egyébként, és ezek után már szabadon tud száradni. És ha már felolvasztom a maradék szappanokat, akkor ebből csinálok egyszer használatos mini szappanokat is. Egy tepsiben szétterítem, és legalább két napig hagyom száradni. Én egyébként kiraktam a teraszra a napra. Ha a szappanlap eléggé megszáradt, akkor óvatosan lehúzható erről a sütőfóliáról. A szappanlapot kicsi darabokra kell fölvágni. A darabolásnál segít, ha szódabikarbónál megszórjátok, így nem fog tapadni. Utazáskor, kiránduláskor, táborban nagyon jól használhatóak ezek a mini szappankák, sokkal kisebb helyet foglalnak el, és gyakorlatilag egy kézmosás után el is fogynak. Bízom benne, hogy jól használható ötleteket tudtam nektek adni a maradék szappanok felhasználására. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, örülnék, hogyha jeleznétek nekem ezt egy lájkkal. A következő alkalommal a kertünket mutatom meg nektek, illetve azt, hogy a kertünkben milyen zero waste megoldásokat alkalmazok. Ha nem szeretnétek lemaradni erről, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, a harangjel bekapcsolásával pedig értesítést kaptok a következő videó megjelenésének idejéről. Addig viszont örömmel fogadom a hozzászólásaitokat a videó alatt. Legyen szép hétvégétek, sziasztok!